fel kell tennünk a kérdést, igaz-e a hír, hogy Miskolcon az utolsó előtti lovas mezőr is leszerelt. Éppen ezért hivatalos levelet írtam jegyző úrnak, a kérdés tisztázása véget. Emlékezhetünk rá, hogy 2020 elején az új miskolci városvezetés megszüntette az akkor 8 fős miskolci lovas mezőrséget, ami ellen én a közgyűlésben tiltakoztam, illetve módosító indítványt is nyújtottam be annak érdekében, hogy ne szűnjön meg a lovas mezőrség. Aztán tavaly pozitív hírek érkeztek, és ugyancsak két fővel is, de újraindították a lovas mezőrséget. Most azonban az új hír, hogy a egyik lovas mezőr leszerelt. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kérdés, hiszen a külterületek és a hozzájuk közeleső városrészek közbiztonsága tekintetében a lovas mezőrségnek nagyon fontos szerepe van az ottani területek ellenőrzése tekintetében, és éppen ezért jó lenne, hogyha ebben a kérdésben tisztán tudnánk látni Miskolcon.